Következő vendégem Hadházi Ágos antikorrupciós szóvívő az MP-t. Jó reggelt kívánok, üdvözlöm. Jó reggelt. Megszokhattuk, minden csütörtökön tartanak egy sajtótájékoztatót, ahol leleplezik a leplet, ez azt hiszem nem volt egy szép kép, egy újabb korrupciós ügyről, munkahelyteremtő támogatásokról beszéltek tegnap. Mi az, amire önök rájöttek, hogyan zajlik ezeknek a munkahelyteremtő támogatásoknak a kifizetése? Mielőtt ezt mondom, hagyd mondjam a másik témát, és mindig két témája van a Korrupció Infónak. A másik téma az arról szól, hogy tiltakozunk amiatt, hogy a külföldön dolgozó magyarok, akiknek itthon egyébként bejelentett lakóhelyük van, nem szavazhatnak gyakorlatilag, eltiltják őket a szavazástól, mert nem tehetik meg azt, mint amit az újonnan honosított magyar állampolgárok tehetnek, nem szavazhatnak levélben. Adott esetben egész Angliában egyetlen egy helyen, Londonban lehet csak személyesen szavazni. Ez egy nagyon fontos, a korrupcióval összefügg, hiszen semmi más oka ennek nincsen, mint hogy azok az emberek, akik leginkább a korrupció miatt hagyták itt az országot, azok az emberek ne szavazhassanak a kormány ellen. Elnézést, ezt mindig Egyébként ezt akartam kérdezni, mert aki mondjuk rendszeres nézünk, az láthatta, hogy legutóbb mondjuk Kálmán Olgánon ez egyenes beszédben is elmondta ugyanezt a néhány mondatot. Miben bízik a kormány, egyszer csak felfigyel erre, és azt mondja, hogy jó, hát mégsem illik ezt a kettőséget fenntartani? Én azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos ezt a témát életben tartani. A választási rendszer, tehát amiben 2014-ben szavaztunk, rengeteg kis aknát tartalmaz, és rengeteg tisztességtelen dolgot tartalmaz. Én nem tudom, hogy akkor ezt az ellenzék, ezt miért nem ütötte jobban. Én azt gondolom, még van időnk arra, hogy ezt üssük. Én egyébként azért mondom el ezt mindig, hogy tudják nagyon sokan ezt nem tudják és nem gondolják át. Nekem egyelőre az a célom, hogy ez legyen az embereknek a tudatában. Gyakorlatilag egyetlen egy helyen, Angliában több százezer ember dolgozik, ők egyetlen egy helyen szavazhatnak, míg akkor, hogyha valaki Aradról bejelentkezett Magyarországra, sajnos látunk ugye nagyon sok visszaélést, látunk olyat, hogy leigazolják korrupt tisztviselők a magyar tudást, és hogyha leigazolnak valakinek egy magyar tudást, ő pedig bármikor levélben szavazhat, még csak az sincsen meg, hogy ellenőrzik, hogy egyáltalán él ez az ember. Tehát én szeretném, hogyha ezt tudnák az emberek, összefügg a korrupcióval, mert egészen biztos vagyok benne, hogy akik elmentek Magyarországról, azoknak az elutazása, vagy az oka annak, hogy nekik ki kellett menni, az igenis összefügg a korrupcióval. És egyébként még mielőtt valaki azt hinné, hogy kevésbé jelentős dologról van szó, pont a napokban látott napvilágot az az adat, hogy ha jól emlékszem, 720 ezer körül van talán azoknak a száma, akik megkapták ilyen módon ezt a könnyített magyar állampolgárságot. Egyébként tehát jelentős számról van szó mindeközben. Ez egy nagyon jelentős szám, éppen egyik mindig azt mondjuk, hogy szexádon buknak le az emberek, szexádon bukott le egy olyan tisztviselő, valószínűleg van máshol is, aki pénzért igazolta a külföldi állampolgárnak, hogy ő tud magyarul, nem tudott semmit sem magyarul, de leigazolta pénzért. Tehát amikor azt mondjuk, hogy 720 ezer ember ilyen van, akkor könnyen lehet, hogy ilyenek is vannak. Ezek levélben bármikor besétálnak, egy levelet elküldenek, szavazhatnak a magyar választáson, míg azok az állampolgárok, akiknek itthon van egyébként a bejelentett lakhelye, és itthon vannak a szülei, és itt dolgozott, még valószínűleg ide is adózik, vagy sokszor ide adózik, az pedig nem szavazhat így, hanem gyakorlatilag lehetetlenség, tehát sok órát elvárni azt, hogy sok-sok órát utazzon, több száz kilométert utazzon egyetlen egy helyen, egy hatalmas sorba beálljon, és ott szavazhasson. Ez nem egyetlen oka lehet, nagyon jól tudja a kormány, hogy ezek az emberek nem a kormányra szavaznának, hiszen ezek az emberek azért indultak el 2010 után tömegesen az országból, mert nagyon vártak arra, hogy ebben a kormányban ez a kormány majd más fog csinálni, és amikor azt vették, hogy nem csinál mást, akkor úgy gondolták, hogy menniük kell. Ez sem tűnik elegáns ügynek, de térjünk hát másik, ugyancsak nem túl elegáns ügyre, hogy így fogalmazzunk, munkahelyteremtési támogatások. Mi az, amit önök feltártak, hogyan zajlik ezeknek a kifizetése? Vagy hogyan játsszák ki a cégek, és hagyja a rendszer, hogy kijátsszák? Sajnos ez nem egy új dolog. Ez egy nagyon-nagyon régi dolog. Én már hasonló témát láttam már a 2000-es évek legelején is. Léteznek ezek a munkahely teremtő támogatások. Ezeknek az a lényege, hogy az állam egyébként jelen pillanatban ez saját pénzből, ez nem egy Európai Uniós támogatás, ez saját pénzből, a adófizetők által befizetett pénzből munkahely teremtő támogatásokat ad cégeknek. Az a feltétele, néha egészen komoly pénzeket ad, az a feltétele, hogy fel kell vennie bizonyos számú munkanélkülit.
Tehát bejelentett munkanélkülieket kell felvenni, és akkor kap munkahelyet. Ezt sokan úgy játsszák ki, főleg tőkeerősebb, nagyobb cégek egyébként, akiknek nem lenne erre valószínűleg különösebb nagy szüksége, de azt mondja, ha már van ingyen pénz, miért ne használjuk, hogy alakít egy leánycéget, ugyanazzal a tulajdonossal, vagy éppen megvásárol egy kis KFT-t, de ugyanaz lesz a tulajdonosa onnantól kezdve, mint a nagy cégnek. A nagy cégből elbocsátja a munkavállalókat, majd a kis cég megnyer egy ilyen úgynevezett munkahelyteremtő támogatást, és ez a kis cég föl fogja venni ezeket az embereket. Na most az átlátszó.hu foglalkozott egy ilyen történettel, ez egy nagyon nagy céghálózat, egy 10 milliárdos bevételű nagy céghálózat, ez ilyen bálásruhákkal foglalkozik, én nem tudtam, hogy hogy megy ez a bálásruha biznisz, most már tudom, ugye úgy történik, hogy ezt nyugaton ilyen segélyszervezetek megkapják a levetett ruhákat, és ugye ezeket nem egyszerűen elküldik, hanem eladják ezeknek a cégeknek, ezek a cégek pedig jó profitot csinálva tovább adják ugye a magyar embereknek. Na most ez a nagy cég, ez megvásárolt egy kis pici ruhabutik KFT-t, és ez a ruhabutik KFT indult egy ilyen pályázaton, 300 millió forintot nyert el, 330 millió forintot nyert el, és azt vállalta, hogy ő 100 munkanélkülit fog alkalmazni. Igen ám, de ezt a nagy céget, ennek ugyanaz a tulajdonosa, mint a kis ruhabutik cégnek, és ezt Sesták Miklós miniszter lebuktatta. Ugyanis ott volt a megnyitóján ennek az üzemnek, és másnap a Facebook oldalán gyönyörűen kiírta, hogy hát ez a cégcsoport, ez gratulálunk neki, mert megnyitotta az új munkahelyét. A kormány.hu oldalon ugyanúgy ott van, és ehhez a cégcsoportnak az új csarnokáról beszél. Tehát elrontotta, mert nem a kis céget mondta, amit mondani kellett volna, hanem a nagy cégnek. A nagy cégnek gratulált, és a kormány.hu ugyanezt megtette. Na most ez ugye két dologban csalás. Az egyik az, hogy ez a pályázat, ez kis vállalkozásoknak, pici vállalkozásoknak lett volna kiírva. Azt kell tudni, hogy hatalmas pénzeket adnak ilyen támogatásokra, de főleg a nagyvállalatoknak, viszont a kicsiknek is adnak 10 milliárdot. A nagyok kaphatnak 45 milliárdot, de ez a kicsiknek volt, és még a kicsiktől is végül is egy nagy cég vette. De most, amivel ezt lebuktattuk, az átlátszó.hu-val párhuzamosan beadtunk mind a ketten egy adatkérést, és azt mondtuk, hogy mondják már meg, hogy a újonnan felvett emberek közül hány volt az, aki korábban ennél a nagy cégcsoportnál dolgozott. A nagy cégcsoportból összesen 115 ilyen embert jelentettek le, ebből 72 ennél a nagy cégcsoportnál dolgozott korábban, és megkérdeztük azt is, hogy hány napig voltak ők bejelentve munkanélkülnek, volt olyan, aki 3 napig volt bejelentve, volt, aki 12 napig volt bejelentve. Tehát gyakorlatilag semmi más nem csinált, lejelentette az egyik cégéből, megkapta a másik cégbe, felépített egy csarnokot 330 millió forintért, gyakorlatilag ingyen megkapta. Ebben az a szörnyű, hogy ez kis vállalkozásoknál, hogyha leosztjuk, hogy 100 embernek ez mekkora segítség lenne, tehát hogyha egy valódi kisvállalkozásnál, egy pékségnél, egy orvosnál, egy boltnál, egy kisüzemnél, azt mondjuk, hogy mekkora segítség lenne, hogyha emberenként 1-2 millió forinttal támogatja őt az állam, akkor az egy nagyon komoly pénz. Itt pedig egy olyan cég kapott, akinek gyakorlatilag nincs erre szüksége. Ezt hasonlít egy picikét arra, ami ugyancsak korábban botrányt kavart, amikor egy adott cégnél kirúgták a munkavállalókat azért, hogy aztán közmunkaprogramban kevesebb pénzzel ugyanazt a munkát elvégezik. Ha jól emlékszem, akkor ezt az ügyet is az LMP karolta fel többek között. Arról tudunk már valamit? Mert ott a kormánytól kértek részletes kimutatást, hogy hány esetben történt ilyen. Ezt ilyet nem kaptunk, én pontos számot nem tudok, de konkrétumokat persze, hogy tudunk. Tehát én hozzám is fordulnak emberek, hogy például pedagógiai asszisztenseknél. Tehát nem csak cégekről van szó, tehát amit ön említett, hogy közmunkásokká formálják át az embereket, ez nem csak magáncégeknél van, hanem a legnagyobb botrány az, hogy állami szervezeteknél is, iskoláknál is. Nemrégen egy pedagógiai asszisztens állásra jelentkezett egy hölgy, és azt mondták neki, hogy már betöltötték őket közmunkásokkal, és közmunkásunként hajlandók. Szexádon a kórházban sok műszaki embert és takarító személyzetet elbocsátottak, és utána közmunkásként fölvették. Ez, én azt gondolom, világbotrány.
botrány és országos botrány, hát természetesen ezek az emberek általában csöndben maradnak, mert azt mondják, hogy ja Istenem, legalább tudok valamit csinálni, de ez egy ugyanolyan világbotrány. Tehát amit kérdezett, nagyon köszönöm, mert ugyanolyan svindli, amit az előbb ugye beszéltünk erről a nagy cégről, aki valószínűleg kormányzati segítséggel hozzájutott egy ilyen pénzhez, de ugyanezt csinálja maga az állam is. Térjünk át egy picit az NMP-nek a verügyeibe, áruljál. Beszélt már a családjával? Lesz önből társelnök? Ha jól tudom, akkor itt a startban pár nappal ezelőtt azt mondta, hogy meg fogja beszélni velük, hogy indul-e. Na, indul-e? Az, hogy lesz-e, ugye nem rajta múlik, ez a kongresszuson múlik, és az, hogy elindulok-e, ez pedig azon múlik, hogy milyen támogatottságot érzek abban a folyamatban, amikor ugye az elnök választásról kiderül. A családom benne van, nem olyan egyszerű, mert azt is elmondtam itt, hogy a feleségem várandós, de benne vannak támogatni. Tehát a családja támogatja azt, hogy elinduljon. Igen. Akkor ki merít jelenteni, hogy indul? Én elindulok ebben a folyamatban. Ez egy hosszú folyamat az LMP-ben, bár nincs sok olyan hosszú idő, de ez egy viszonylag bonyolult ilyen jelölési folyamatról van szó. Az, hogy abban én mit látok, milyen támogatottságot érzek, nyilvánvalóan a végső döntés majd ezt fogja megadni. De az kijelenthető akkor, hogy indul ezen a társadalmi posztért? Ezen a jelölési folyamaton igen. Mikor ez konkrétan a kongresszus, amikor is eldől majd, hogy ki lesz? Ez július közepe, 16-17, azt hiszem az a hétvége. Hogyha önből társának lesz, marad az ön véleménye szerint, marad továbbiakban is az NMP-nek a teljesen egyértelmű külön utasálláspontja? Tehát nem akarnak összefogásban részt venni, külön mérettetik majd meg magukat? Alapvetően az LMP-ben az elnök szerepe nem olyan, mint más pártokban, és azt hiszem egyébként, hogy ez jól van így. A nagyon fontos kérdéseket mindig közösen hozzuk meg, kongresszusok hozzák meg. Én ebben a kérdésben nyilván a kongresszus után tudok, beadtunk mi egy határozati javaslatot, ami ezzel függ, de én erről azért nem szeretnék beszélni, mert egyrészt ezt még nem szavazta meg a kongresszus, ezt a határozatot, és utána nagyon szívesen elmondom a véleményemet. Egyetlen egy dolgot hadd mondjak el, nem csak a volt miniszterelnök, hanem nagyon sok okos, meg tisztességes ember is beszél nekem arról, hogy hát milyen fontos az összefogás. Egyrészt ez a szó szerintem egy nagyon lejáratott szó, másrészt annyit szeretnék erről mondani, hogy azok az emberek, akik azt gondolják, hogy ma Magyarországon ez a legfontosabb kérdés, azok szerintem már azon gondolkodnak, hogy ez a 2018-as választás, ez veszett fejsze nyele, ez nem fog menni, és már azon gondolkodnak, hogy vajon miért nem fog menni. Én ezt egy kis hitűségnek gondolom. Azt gondolom, ez nem lehet kérdés, hogy 2018-as választás után ennek a kormánynak és ennek a rendszernek meg kell dőlnie. Tehát erről én ennyit tudok most mondani. Ha a kongresszusban nyilván beszélni fogunk erről, ha utána még érdekes a véleményem, akkor nagyon szívesen beszélünk. De ugye ő most azt mondja, hogy ez tény, hogy 2018-ban az önök véleménye szerint legalábbis mennie kellene a kormánynak. De most ha az fog megtörténni, hogy sikerül valamilyen csoda folytán a demokratikus baloldali pártoknak tényleg összefogniuk, mondjuk azért, mert lesz egy előválasztási rendszer, tényleg minden választókerületben sikerül megtalálni a közös jelöltet. És önök ebben nem lesznek benne, és mondjuk az eddigi 5% hiányzik majd a kormányváltáshoz, akkor azért el tudja képzelni, hogy mit fognak önök kapni a többi pártól megadott esetben a kritikus választóktól. Ezt nagyon sokan mondják, azért mondom, ez egy kis hitű gondolkodás, tehát most ennél sokkal-sokkal fontosabb dolgok vannak. Én azt szoktam erre mondani, hogy két dologgal kellene foglalkozni, két prioritás van, és számomra is két, akár leszek elnök, akár nem leszek elnök, most is két prioritás van, és az LMP-nek is kettő fontos dologról kell beszélni. Az egyik az, hogy ennek a kormánynak mennie kell, ez az egyik. Csak ennek van egy hogyan? A másik pedig az, hogy utána mi fog történni, és a másik prioritás az, hogy az egész országot új alapokra kell helyezni, és az, hogy hogyan tudjuk azt megoldani, hogy legközelebb ne kerüljünk egy ilyen szituációba. Ez a kettő prioritás, ez nem mehet egyik a másik nélkül. Nyilvánvalóan kormányváltás nélkül nem beszélhetünk arról, hogy hogyan tesszük egy másik irányba az országot. De ha nem beszélünk arról, hogy hogyan tesszük egy másik irányba az országot, akkor soha az életben nem lesz kormányváltás. Ez sokkal-sokkal fontosabbnak tartom, mint azt, hogy úgymond már most elkezdjünk osztozkodni. Tehát amikor azt mondtam, és ezt vállalom is továbbra is, hogy az ellenzék nem fogja, teljes ellenzék nem fogja megúszni azt, hogy egy
együtt gondolkodjon, akkor azt mondom, én azt mondom, hogy együtt kell gondolkodni, de nem azon kell gondolkodni, és különösen nem azzal kell kezdeni, hogy hogyan fogok osztozkodni, és hogyan fogom elosztani a helyeket. Nem ez a lényeg. Először azon kell gondolkodni, hogy milyen biztosítékokat tudunk arra, hogy utána, amikor ez a kormány megy, akkor utána mit kell csinálni, és mit fogunk csinálni. Ha akkor mit csinálnak, azt értem, hogy ez egy fontos dolog, de kormányt váltani, hogy fognak, ezt én meg nem látom a konkrét elképzelést. Igen, én ezt elnézést kérek, hogy nem most mondanám, hogy egy kongresszus lesz, ahol most az előbb mondtam, hogy lehetséges, hogy elindulok. Nyilvánvalóan ezt ott kell megbeszélni, és az LMP-ben a kongresszus beszél mindenről. Én adott esetben utána akár így, akár úgy nagyon szívesen erről elmondom önnek. Jó, akkor nem gyötröm tovább, kongresszus után beszélgetünk a konkrétumokról. Köszönöm szépen.